a fórumot egy pályázatnak köszönhetjük. Minden évben egyébként meg szoktunk tartani szakmai fórumokat a tagoknak, de most ezt kibővítettük azzal, hogy a Békés megyei közgyűlésen az egyesületünk nyert pályázati pénzt, és ennek a pályázati pénznek a támogatásával tudtuk ezt a szakmai fórumot megcsinálni, ezáltal tudott tartalmasabb lenni. A szakmai fórumnak a témája a meghívóban benne vannak, azt elkéretem, akkor egy pár szót szólok róla. Először fog a szakmai fórumon a regionális marketing igazgatóságnak a vezetője beszélni, Gulyás Péter, a Magyar Turizmus ZRT futó programjairól. Utána, ami nagyon fontos ez a tagoknak, a pályázatokról lesz szó, tehát a líderes pályázatok rövidesen kiírásra kerülnek október 1-től, és a Debreceni Lajos, a Körösök vagy akciócsoportnak a vezetője fog egy, reméljük, egy nagyon tartalmas előadást tartani tagjainknak, különösen azoknak, akik fejleszteni, pályázni szeretnének. Utána jó magam fogok néhány szót szólni a tagoknak a bekövetkezett, illetve a bekövetkezendő jogszabályi változásokról, amik nagyban fogják egyébként módosítani a tevékenységnek a feltételeit. Azt gondolom, hogy ez is egy nagy érdeklődésre fog számot tartani. Ezek a jogszabályi változások, ezek alapjaiban változtatják meg a működés feltételeit. Elég, hogy csak arról beszélek, hogy az adókedvezményt azt a jogszabály 2010-től teljes mértékben megszüntette, tehát már adómentes tevékenységek közé nem sorolt a falusi turizmus. Ezután még a BMWA-nak a vezetője fog néhány szót szólni a hitel lehetőségekről, amik nyilván szorosan kapcsolódnak a pályázatokhoz. Az egyesület életében még a kérdésen túl mutatva fontos változások történtek idén, hiszen majd minden beadott pályázatunk sikeres lett. Ez az egyik, amit a megyei önkormányzathoz adtunk be. Van sikeres pályázatunk, ami honlapfejlesztésre vonatkozik. Október 17-én lesz egy sikeres pályázatnak köszönhetően egy szakmai tanulmányút Szolnok megyében. Bőség zavarával küzdködve gondolkodom, hogy milyen pályázatunk van még, ami fut. Ami még nagyon fontos, szintén ehhez a mai pályázathoz, mai rendezvényhez kapcsolódik, hogy ennek a pályázatnak a keretében fog megvalósulni egy szakmai kiadvány, egy katalógus, ami a megyének a falusi szállásadóit és egyéb szolgáltatóit fogja felvonultatni. Erről is fogunk egyébként a tagoknak néhány szóban beszélni.